Kérem, készszertartásra jelezzem. Köszönöm. Újabb 5 évre megválasztotta elnöknek Széles Jánost a Tolna megyei Polgárőrszövetség. Dunaföldváron a polgármesteri hivatal dísztermében tartották a Tolna megyei Polgárőrszervezetek Szövetségének tisztújító közgyűlését. A régi új elnök sokadik ciklusát kezdi meg. 74 település elnökével kell konszenzusra jutnom, vagy fordítva is, ez így igaz. Vannak olyan lehetőségek, amiket az egyesületeket maximálisan tudjuk támogatni, vannak dolgok, amiben megszorít sokat kellett alkotni, de többé-kevésbé azt hiszem, hogy sikeres volt a megyei szövetség munkája. Tolna megye létszámban az élen jár, lakosságának 1% polgárőr, míg más megyékben ez 0,6%, de Budapesten még a 0,1%-ot sem éri el, hangzott el a közgyűlésen. Folyamatosan új társadalmi kihívások érik a polgárőrséget, ilyen a COVID-járvány vagy az illegális migráció elleni védelem, határvédelem. Ez rendkívül fontos, hát éppen 2 hete jelent meg Magyarország kormányának az a határozata, amelyben fölkéri a polgárőrséget arra, hogy koordináltabban, folyamatosan, permanensebben vegyen részt a határvédelemben, a határvédelmi szolgálat ellátásában. A közgyűlésen díjátadásra is sor került. Többek között a polgárőrség és a rendőrség közötti kiemelkedő munkájáért elismerésben részesült Vég Lajos, rendőrezredes, rendőrségi főtanácsos, paksi rendőrkapitány.